Másképp fotópályázat Dombóváron. Nagy érdeklődés övezte az eseményt. Tehát a művelődési háznak az egyik, azt lehet mondani, évad nyitó feladata itt augusztus végén következik el, amikor a hosszabb nyári szünet után elkövetkezik a Magyar Fotográfia Napja. Ugye ez augusztus 29-én van, minden évben ezt megünnepeljük, ilyen-olyan kiállításokkal. A tavalyira nagyon jól vissza tudok emlékezni, akkor Szarvas Antal kiállítását nyitottuk meg, aki egyébként ebben a mostani történetünkben aztán zsűritagként vett részt szintén ezen a mostani programon. Az idén azt gondoltuk, hogy a Facebookon már folyó másképp, Dombóvár másképp fotós sorozatot behozzuk ide a ház falai közé, és meghirdetjük a dombóváriaknak amatőr és profi kategóriában, és nagy örömünkre tényleg szép számmal érkeztek jelentkezők, és küldték be az ő képeiket. A zsűri, az öttagú zsűrinek nem volt könnyű dolga, külön kategóriákat is kellett még kialakítaniuk, és a 18 éven aluliakat is külön díjazták. Úgyhogy gyakorlatilag ez a kiállítás, amit most megnyitottunk, ez a legjobb képekből készült. Mindenkinek valamelyik képe, amit beküldött, az kikerült. Tehát ide ma úgy nem jött egy olyan verseny résztvevő sem, aki nem látta viszont a falon a saját képét. Természetesen a legek 12 darab díjat osztottunk ki, őket aztán jutalmaztuk is, nem csak oklevéllel, de megkapták ezt a képüket, amivel gyakorlatilag nyertek. Valamint nagyon hálásak vagyunk a dombóvári vállalkozóknak, mert akárkit kerestünk meg, mindenki valamilyen utalvánnyal vagy valamivel támogatta ezt a rendezvényt. Szeretek fényképezni. Volt egy-két dolog, fiatal voltam, ezeket megnéztem, például a Kornis Péter albumait, volt egy Friedman Endre, én táncoltam valaha népegyüttesben, ő fotozott bennünket. Nagyon kedves ember volt, már meghalt szegény. Úgyhogy valahol itt kezdődött, hogy én úgy találkoztam a fényképezéssel, de korábban nem volt annyi pénzem, hogy vegyek egy fényképezőgépet, tehát nem volt rá alkalmam sem. Ez a később már lett persze. Úgyhogy így kezdődött az egész. Az elképzelésem, amikor azt mondta, hogy másképpen lássuk a világot, ez nem mindegyiknél teljesült, de van, amelyik zseniális, meg kell mondjam. A fotókat kizárólag Dombováról lehetett készíteni. Két kategória volt hirdetve, amatőr és profi. Profi fotósoktól vártuk a fényképeket, akik már kaptak valamilyen honoráriumot a munkájukért, illetve a fényképezésükért, és illetve hát az amatőr kategória. De mivel nagyon sok fénykép érkezett be a meghirdetett pályázatra, ezért létrehoztunk külön kategóriákat is. Ilyen volt például a legtechnikásabb fotó, hiszen voltak olyan képek, amik nagyon nagy technikai tudást igényeltek, és ebből is kaptunk jó párat, ezt nem szerettük volna veszni, hagyni, illetve értékeltük a fiatalok fotóit, a 18 év alatti kategóriákban szereplő fényképeket. Nagyon ügyesek voltak a fiatalok, teljesen felnőttek a feladathoz. És létrehoztuk a legjobb drón fotó kategóriát, hiszen ma már a technika annyira fejlődik, hogy nagyon sok szép számú kép érkezett be hozzánk, és ezeket pedig nem szerettük volna egy serpenyőbe tenni a többi fényképpel, és ezáltal külön bíráltuk el azokat. Továbbá voltak nagyon technikás fotók is, ilyenek például a multi-expozíciós fotók, amikor kettő-három vagy akár több fénykép vagy réteg van egymásra helyezve, és ezeknek a rétegeknek az átláthatósága kisebb-nagyobb mértékben változik, úgyhogy ezért hoztuk ezt létre, hogy a legjobb multi-expozíciós fotó kategórián. A profi kategóriában beszélgettünk az első helyezettel. Az első helyezés sikerült profi kategóriában megszereznem, illetve megkapnom ez a megtiszteltetésért, úgyhogy örömteli ez a nap. Kamaszkorom óta, amelyik kamaszkorban kezdtem még az analóg technikával, aztán áttértünk a digitálisra, és most megint az analóggal játszadozom.
ismerjük meg a lakókörnyezetünket egy kicsit másképp valóban, egy kicsit lassuljunk le a dolgok előtt, és úgy menjünk el az ismert utcákon vagy épületeken keresztül, hogy egy kicsit más szemszögből nézzük meg, vagy álljunk meg egy kicsit, és csodáljuk meg azt a virágot, mert rohanás az életünk, mindig rohanunk mindenhova, és kellenek az ilyen kis pillanatok, hogy az ember egy picit lelassuljon, és átélje ezeket a pillanatokat, amiket akár a természet, akár az utca, bármi ad nekünk.